szabadidő aktív eltöltését és a közművelődés szolgáló közel 200 programot valósítottak meg az elmúlt két évben Zombán. A programok nagy része az iskolásoknak szólt. Ilyen volt például az informatikai szakkör, ahol 4,5 éven keresztül a diákok az internet felelősségteljes és etikus használatát tanulták meg. A legnagyobb lélegzetű programunk a témanapok voltak, amelyek a pályázati terveink szerint sportnapok keretében valósultak meg. Ehhez 5 partneriskola, a miénken kívül 4 partneriskola felkérésére került sor. A Bogyisztói Általános Iskola, az Aparanti Általános Iskola, a Tengerlici Tagiskola, a Felsőnálnai Tagiskola és a Zombai Általános Iskola. Fél évente 3 sportnap keretén belül találkoztak különböző helyszíneken a diákok a 4,5 év alatt, így összesen 12 alkalommal. A sportnapoknak célja az volt, hogy az olimpiai sportágakat népszerűsítse, sportbarátságokat ápoljanak a környező településekkel, és a sportolás megkedveltetése a fiatalokkal. A projekt záron Zomba polgármestere a kerékpáros tábort emelte ki, hiszen itt a sportolás, biciklizés mellett olyan élményekkel gazdagodtak a résztvevő gyerekek, ami egész életükre szól. Hozzátette, Zombán 16 évig voltak táborok, viszont 2 év kimaradt, mivel a szülők már nem tudták megfizetni a gyerekek táboroztatási költségeit. Erre megoldást nyújtott a pályázat, amelynek beszámolójára nem csak a résztvevőket és szakmai vezetőket hívták meg. Hívtunk meg olyanokat, akik tehát szülők, illetve olyan prominens személyek a településen, hogy lássák, hogy az önkormányzat, igaz, hogy most már nem önkormányzati fenntartás alatt van egy iskola, de akkor is odafigyelünk, hiszen egy ilyen településnek legfontosabb dolog, hogy megőrizze a fiatalságát, hiszen a jövőt a fiatalokra kell építeni, vagy tudjuk építeni. Tehát nagyon sok mindent próbálunk így adni. 25 millió forint állami támogatásból közel 200 olyan programot valósítottak meg Zombán, ami az óvodások és az iskolások köznevelését szolgálta.